A Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa tartott a kiberbiztonság témakörében előadást időseknek Tahitót faluban. A résztvevők megismerkedhettek a leggyakoribb internetes csalásokkal és a védekezési lehetőségekkel is. Manapság az internetes bűnözés, a bankkártyacsalások egyre több válfajával találkozhat a gyanútlan felhasználó. A Ne váljunk a bűnözők áldozatává című előadáson a prevenciós gyakorlatokat és feladatokat Borók Nikoletta rendőrőrnagy gyűjtötte össze és összegezte a résztvevők számára. A legismertebb ilyen talán az úgynevezett unokázós módszer. A legváratlanabb időpontban fölhívnak telefonon egy hölgyet, urat, bárkit, arra hivatkozással, hogy a rokonát, családtagját, gyermekét, unokáját baleset érte. Ugye innen indultunk, hogy ez volt a leggyakrabban előforduló mendemonda. Ez volt a történet. És hát a jó nagymama, a déd nagymama, hát nyilván megijed egy ilyen helyzetben, a nagypapák is. És hát mi a helyzet? Szeretne mindenki segíteni az unokának, a bajba került családtagnak. Ezt használják ki a csalók, mondta a szakember. Ezért ilyen helyzetben mindig ellenőrizzük a kapott információt, és ne dőljünk be a fedősztorinak. Tudni kell róluk, hogy ezek a csalók általában, illetve hát így a felderítésekből nagyon sokszor külföldi szálak. Ezek külföldről mozgatott szálak, a külföldi országokban vannak olyanok, akik ott ennek a csalásnak a feje, az atya, és itt pedig Magyarországon minden, tehát itt futatják ezeket a szálakat. Mindenre van ember, van olyan ember, aki telefonon hívogat, van olyan ember, aki házhoz megy, átveszi a pénzt, van olyan, aki utána elkölti, tehát hogy ezek a feladatok fel vannak osztva. A felvilágosító munkának is köszönhetően ma már szerencsére egyre kevesebben dőlnek be a csalóknak. De olyan példa is volt, tette hozzá Borók Nikoletta, hogy egy hölgy annyira megijedt a csalóktól, hogy a nem létező unokája miatt is fizetett. A romantikus csalás az egyre elterjedtebb internetes társkeresésre alapul. Egy teljesen fiktív embert alkotnak, hogy ismerkedjenek. Komoly szándékot színlelnek, így verik át a naív áldozatokat. Ezeket az ismerkedéseket azért csak így fenntartással kezeljék, aztán meg le kell zárni a kapcsolatot, meg kell szüntetni, ki kell törölni, le kell tiltani, és akkor több ilyen üzenet nem fog érkezni, és akkor elejébe mentünk annak, hogy tényleg romantikus csalás áldozatává váljanak. A banki csalásokból hazánkban és Pest megyében is egyre több fordul elő. Ennek több válfaja is van, a hamis linkektől az adathalász e-mailekig vagy a nyereményjáték módszerig. A legtöbb talán a banki ügyintézős csalás. Fölhívja a banki ügyintéző az adott pácienst, hogy valamilyen veszély fenyegeti az ő bankszámláját. Ahhoz, hogy ezt a veszélyt elkerülje, ehhez neki mindenképpen lépnie kell, mert különben illetéktelenek hozzáférnek majd a bankszámlájához, illetéktelenek le fogják szedni a pénzét, és hogy ez ne történjen meg, ők segítséget nyújtanak. A rendőrség arra figyelmeztet ilyen esetekben, hogy gyanakodjunk, ha például a hívó nem tudja a nevünket. Kérdezzünk ilyenkor vissza. Vagy például, ha nem ismerik a számlaszámunkat. Ilyet, hogy számlaszám, a bankkártyának a száma, a CVC kódja, ugye, ami a bankkártyának a hátulján van, a lejárati idő, tehát semmi olyat, az én a saját privát adataimat se, a nevemen kívül mondjuk olyat, hogy hol születtem, semmilyen olyan adatot nem adunk ki, hiszen ha tényleg a banktól hívnak, akkor ezeket az adatokat mind tudni fogják. Többféle SMS úton terjedő csalás is létezik. Ha arra rákattintunk, akkor tudni, hogy nem az OTP-nek az oldalát fogjuk megkapni. Mert helyesen ez az OTP-nek az az oldalnak, így vagy otpbank.hu. Tehát, hogy az a jó. Ez már gyanús, mert itt már nagyon sok a kötőjel, ez ilyen értelmezhetetlen számok meg betűk ott a végén, ez már egyértelmű, hogy kamu. Jöhet SMS át nem vett csomagról. Ilyenkor gyanús legyen a feladó hosszú vagy külföldi telefonszáma. Aki fenyegető hangvételű e-mailt kap, az is gyanakodjon. A magyartalan fogalmazás árulkodó lehet. A résztvevők az internetes vásárlással kapcsolatban is kaptak jó tanácsokat. Mindig megbízható forrásból vásároljanak. Tehát, hogy azt szerintem nagyon fontos, hogy olyan oldalról, amit így megvizsgáltak. Tehát általában ezeknek az oldalaknak legalábbis nagyon sok helyen van értékelés, ugye értékelni tudják azok az emberek, akik már vásároltak arról az oldalról, hogy milyen értékelést kapott, és azért az nagyon sokat számít, hogy tényleg hogy minősítik az oldalt.
ellenőrizze a véleményeket, az értékeléseket, igen, gondolja át kétszer, hogy mielőtt fizet. Egyébként mi sokszor szoktuk mondani, hogy ha van olyan lehetőség, hogy nem előreutalás, hanem amikor megérkezik a csomag, ott helyben kifizetem, akkor fizessem ki. Ugyanis, amikor én előre kifizettem a pénzt, átutaltam, akkor már utána reklamálhatok én, de vagy visszakapom a pénzemet, vagy nem, vagy megérkezik a csomag, vagy nem. A szakember az előadás végén az alábbiakat foglalta össze az internetes csalások elkerülése érdekében. Ne adja meg, ne kattintson rá, ne telepítse, ne fektessen be így, és végül bontsa a vonalat.